tavasz beköszöntével elkezdődtek a mezőgazdasági munkálatok. A hatékony munkavégzéshez pedig kiemelten fontos, hogy a szükséges erő és munkagépek rendelkezésre álljanak. Ezek beszerzését már elkezdték a gazdák, ezért élénkebb forgalom tapasztalható a kereskedőknél. A legtöbben a 80 és 120 lóerő közötti traktorokat keresik, de nagy az érdeklődés a munkagépek iránt is. Hogy minden évben lenni szokott, ismét megérkezünk a tavaszhoz. Ilyenkor a gazdák elkezdik ugye gondolkodni abban, hogy milyen vetőgép, vagy milyen gép egyáltalán szükséges most a mostani szezonra. Ilyenkor szoktak vetőgépet vásárolni, már előre gondolkodnak permetező, sorközművelő, kultivátor, és adott esetben éppen erőgép után is. A kertészet és az állattartó pályázatok kapcsán 2017 végén születtek meg a döntések. A nyertes pályázók közül azonban még nem mindenki szerezte be a megpályázott eszközöket, így ők is most kereshetik azokat. A mezőgazdasági eszközök kiválasztásánál érdemes figyelembe venni a megfelelő szervizhátteret és az alkatrészellátást is. Alkatrészfonton erősítünk, mert látjuk, hogy a gazdáknak igazság szerint igényük van arra, hogy a meglévő gépeiket szervizeljék, és ahhoz ugye alkatrész kell. Az alkatrész meg akkor jó, hogyha van azonnal, tehát most ebbe az irányba próbálunk mi is berendezkedni. A fejlett technika betört a mezőgazdasági gépek piacára is. A gazdák egyre inkább elindultak a precíziós gazdálkodás irányába, ezáltal egyre nagyobb teret nyelnek az ezzel kapcsolatos eszközök. A modern technikát igénylő sorvezetők és permetező szakaszolók lassan minden gazdaságban megtalálhatóak lesznek, tette hozzá Vasottó.